Az intézmény széleskörű oktatási lehetőségeket kínál a tanulók számára, többek között 5 éves technikusi és 2 éves duális képzéseket. Az Ady Endre Technikum és Kollégium mind a 8 ágazatában lehetőség van a duális képzésre is, így a tanulók számára sokféle lehetőség nyílik a szakmai fejlődésre és a gyakorlati tapasztalatok szerzésére. A képzésnek a két része, az ágazati alapvizsga, illetve a szakmai vizsgáról felkészülési szakasz, az megmaradt ebben a 2 éves képzésben is. Ez időben úgy oszlik meg, hogy az első fél év arról szól, hogy megtanulja a tanuló azokat az ágazati alapkészségeket, amik alkalmassá teszik őt arra, hogy a szakmát megszerezhesse, hogy a szakirányoktatást megkezdhesse. Ez a sikeres alapvizsga, ami általában az első fél év vége felé következik. Ez szakmája válogatja egyébként, hogy ez most éppen december vége, vagy január közepe, január vége. Ez ugye alapfeltételét adja annak, hogy utána duális képzésbe csatlakozhasson a tanuló. A szakirányi oktatás jellemző módon duális képzésben zajlik. Jellemző módon duális képzőhelyeken zajlik. A szakirányi oktatásnak, a szakmai tudásnak a nagy részét ott sajátítja el a tanuló, ahol ezt az való életben is gyakorolják a szakemberek. Tehát ugyanúgy a termelés részeivé válnak már tanulókorukban is, illetve megszerzik a szakmai tudásnak a gyakorlati készségeit, illetve az alkalmazható elméleti tudáselemeket is a duális képzőnél. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezek az érettség utáni képzésen résztvevő tanulók ugyanazt a szakmai színvonalat és szakmai képzést kapják meg, mint azok a technikusok, akik az 5 éves képzést töltik nálunk, hiszen a szakmai vizsgában nincsen különbség, a szakmai vizsgának az eredményeiben sem lehet különbség. Ha egy szakember, akkor az mindegy, hogy mennyi idő alatt szerezte meg ezt a végzettséget. A képzés azért is lehet ennyire rövid ez a 2 éves képzés, hiszen közismereti tartalmakat már nem kell tanuljanak az itt belépő tanulók, hiszen az érettségi vizsga azt tanúsítja azt, hogy ők ezeken a tudáselemeken már túl vannak. Ők a duális szakképzés munkaszerzés megkötése után a duális képzőhelyen fizetést kapnak, és nem ösztöndíjat. Ez a fizetés a törvényben garantált mértéket eléri, ennek minimális érték, ugye a 100 000 forint havonta. Hogyha sikeres szakmai vizsgát tesznek a tanulók, akkor pedig az egyszerű pályakezdési juttatások jogosultá válnak. Ezek a szakok különböző területekre való specializálódást kínálnak, és lehetővé teszik a diákok számára, hogy a saját érdeklődési körüknek és karrier céljaiknak megfelelően alakítsák ki tanulmányaikat. Minden olyan ágazatban, ahol képzünk. Ez nem kevés, mi 8 ágazatban képezünk jelen pillanatban tanulókat. Tehát itt a mostani palettán is találunk szépészeket, tehát kozmetikusokat, fodrászokat, körmösöket, illetve találhatunk erős áramlátó technikusokat, gépgyártás technikusokat a műszaki vonalról, találhatunk gépjárműautomechanikai technikusokat a specializált gép- és járműgyártás területéről, illetve az informatika is megjelenik a képzési palettában, tehát az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető tanulók is jelen vannak a képzésben, sőt, még jelenleg rendész tanulóink is vannak, tehát a közszolgálati technikusnak a rendészeti technikus szakirányát választók is benne vannak a képzésben. Ők mind-mind azt a széles palettát képviselik, amelyek egy jellemzők az iskolára, másik oldalon pedig a munkaerőpiacnak az igényeit fedik le. A duális képzés egy hatékony módszer, amely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy elméleti ismereteiket összekapcsolják a valós életben szerzett tapasztalatokkal, így felkészülten léphetnek be a munkaerőpiacra, vagy folytathatják tanulmányaikat magasabb szinten. Ezért jöttem ebbe az iskolába, mert itt voltam szakmán is, és ezért mindenféleképpen ide akartam jönni technikusnak is. Ez a gépész szakma meg azért tetszett, mert hát nagyon tág az egész, hogy mit lehet benne csinálni, és eléggé összetett. Az iskolában itt megtanították nekünk az első fél évben a szakmának az alapjait, aztán pedig a második fél évtől pedig kint a gyakorlatén, ahol vagyunk, ott megtanították ugye a többi részét is, a benne dolgozás része, az ott el tudjuk sajátítani. Kapunk ott önálló munkákat, és amiket jól meg tudunk csinálni, így hozzásegít ahhoz, hogy esetleg később ebben ott tudjunk dolgozni. Az intézmény érettségi utáni vagy szakmai továbbképzési programjai kiemelkedő tudást és készségeket nyújtanak, amelyek alkalmazhatók a valós életben is. Maga a képzés ugye úgy indult, hogy a fél évetben töltöttünk az iskolába az alapvizsgáig, ott bizonyos tudást kaptunk, hogy ki tudjunk menni a gyakorlati helyekre dolgozni. Természetesen eleinte
elég nehéz volt belerázódni a dolgokba, mert teljesen más szituációként dolgozni a terepen, mint bent a pad fölött megtanulni a dolgokat. De most már így egy év elteltével már önállóan is tudok munkát végezni. Ránk bíznak különböző feladatok, mint például elosztószekrénynek a kötése, vagy különböző helyeknek a felmérése akár. Hát a gyakorlati tapasztalat ugye az a legjobb része, meg nem az van, hogy például könyvből megtanuljuk, hanem gyakorlat révén ugye lesz rálátásunk, és meg tudunk oldani különböző helyzeteket. Nem kell segítséget kérni, hogy magunk tudtunk ugyanúgy dolgozni. De a cégnél ugye lakásokat, akár csarnokokat is végzünk, áramköröket húzunk ki, többnyire ugye mindegyik azzal kezdődik, de természetesen hálózatnak a felújításával is foglalkozunk, és egészen a csarnok betápig a végső helyig ott vagyunk így igazából a céggel. Az intézmény mellett igyekszik folyamatos fejlesztésekkel emelni ezen képzések és a szakoktatás színvonalát is.